Tavaly mentünk erőtös autóval, de ez egy Hyundai volt. Akkor nem is sikerültek jól a beállításaink, nem nagyon tetszettek. Most ide jött egy mérnök, segített nekünk a teszten, úgyhogy remélem, hogy most azzal nem lesz gond. A pályákat ismerjük, tehát igazából úgy gondolom, hogy csak magunkat kell összeszedni, és az autóra próbálunk figyelni, és hát ugye a cél a Mitropa kupába Kristóf, aki a csapattársunk, illetve az egyesületünk által támogatott versenyző, küzd az első helyére a évvégén a Mitropa kupába, itt szeretnénk minél több pontot elvenni az ellenfeleitől.
maximálisan meg vagyunk elégedve az eredményünkkel. Azt gondolom, hogy ebből a hétvégéből kihoztuk, amit lehetett. Volt nagy csata az elején, utána kiautóztunk egy előnyt, amit be kellett osztani. Taktikusan is kellett versenyezni, illetve nagyon oda kellett figyelni a gumiválasztásra. Én azt gondolom, hogy egy ilyen nehéz verseny megnyerni az szép eredmény, és köszönöm a csapatnak és a mindenkinek, aki segített. Az R2-es korszak az idei évben véget fog érni. Meglátjuk, hogy megyünk-e idén még vele, de valószínűleg a jövőben már az R5-tel fogunk versenyezni. Három futamon indultunk, abból hármat meg tudtunk nyerni. Szeretnénk a többi futamon is még rajthoz állni, és az év végére a bajnoki cím lenne a célunk.